Kritikus méreteket öltött a korrupció Magyarországon, állítja a Párbeszéd európai parlamenti képviselője. Ezért a Párbeszéd és az Együtt árnyék antikorrupciós ügyészséget hoz létre a panamák felgöngyölítésére. A tömörülésbe politikusokat és civil szervezeteket is várnak. A szerveződés célja a korrupciós ügyek feltárása. Erről fogunk beszélni, ígérem, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. De előbb akartam kérdezni, csak borzasztóan elment az időnk mindenféle egyébként érdekes és fontos dologgal Újhely István esetében, hogy arról mit gondolnak önök európai parlamenti képviselők, hát hiszen is az, hogy van egy NATO csúcs, ahol ugye tudjuk, hogy Orbán Viktor szeretett volna Donald Trump-al találkozni, látjuk a felvételeket, hogy ez mi módon ment végbe az ő széles mosolyát és a közös sétát sok mindenkivel. Majd Moszkvában közlik illetékesek, hogy a NATO csúcsot követően Orbán Viktor telefonon egyeztetett Putyin elnökkel. És nem akarok összeesküvés elméletekre felülni, de nekem ez több, mint furcsa. Na, azt gondolom, hogy ez nem csak önnek furcsa. Le akarják járatni Orbán Viktort Moszkvából? Én nem hiszem, hogy Orbán Viktort le akarják járatni Moszkvából. Moszkvából Orbán Viktor nem egy különösebben fontos szereplő. Tehát, hogyha megnézzük az orosz kormány körüli szakértőknek, különböző intézeteknek a stratégiai anyagait, akkor ezekben Magyarországnak nincsen perdöntő akkor szerepe. Akkor azt akarják megmutatni, van egy közvetlen szár? Ez egész egyszerűen a normál ügymenet, tehát nem figyelnek oda rá, a normál kommunikációs ügymenet szerint kirakták ezt az információt a nyilvánosság elé. Kínos? Vagy én érzem rosszul? Hogy Vladimir Putyin telefonon egyeztetett Orbán Viktorral. Én azt gondolom, hogy önmagában ez nem feltétlenül botrányos, de arra mindenképpen rávilágít, hogy a magyar miniszterelnök és az orosz vezetés között olyan típusú viszony áll fönn, amely hát legalábbis kétségessé teszi, hogy a magyar kormány milyen mértékben megbízható partner az euróatlanti együttműködésben, és erről pedig ma már nyíltan beszélnek az európai fővárosokban és szakmai berkekben, hogy titkosszolgálati információkat, olyanokat, amelyek geopolitikai kérdésekre, az orosz terjeszkedés megállítására vonatkozó információ, már nem is nagyon adnak át a magyar szervezeteknek, a magyar kormánynak, mert egész egyszerűen nem bíznak abban, hogy ezek jó helyen vannak. Ez nyilvánvalóan probléma, mert a magyar titkosszolgálat egy rendszer része, tehát abban a rendszerben fontos szerepe lehetne a munkájának. Lehetne, de már régen nincsen, szemben mondjuk például a cseh titkosszolgálattal, amelyik egyébként nagyon komolyan veszi az orosz terjeszkedés, propaganda, a hamis hírek terjesztésének a problémáját. Külön jelentésekben foglalkozik ezzel az energiapiaci nyomulással, amit az orosz cégek részéről tapasztalnak, és erre vonatkozóan intenzív elhárító tevékenység folyik például Csehországban. Ennél fogva a cseh szolgálatok szoros együttműködésben dolgoznak más titkosszolgálatokkal, miközben Magyarországot illetően több nyugat-európai titkosszolgálat ma már inkább itt aktív, operatív tevékenységet folytat, nem pedig együttműködést. Közérdekvédelmi központ. Együttműködésben az Együttel, a Párbeszéd Magyarországért párt képviseletében pedig ön ült ott, hogy az Együtt oldalára a pártelnök volt Jani Juhász Péter. Ott volt még Vágó Gábor, aki most független, magánzó, mint antikorrupciós szinte nyomozó, és elhangzott az a mondat, hogy ez voltaképpen egy árnyékügyészség. De hogyha valódi tevékenységet nem folytathat, mert hát igazából nem, mert azt a törvények tiltanák, akkor mi értelme? A közérdekvédelmi központ valóban egy civil imitációja annak a korrupciós ügyészségnek, amelyre vonatkozóan a Párbeszéd már négyszer nyújtott be törvényjavaslatot a parlamentben. Ugye a kormány oldal mind a négyszer elutálta ezt a javaslatot. Azt szeretnénk a közérdekvédelmi központtal elvégezni, hogy egyrészt megmutassuk, hogy szükség van egy olyan független intézményre Magyarországon tekintve, hogy a súlyos kormányhoz kötődő korrupciós ügyeket a meglevő intézmények nem tudják, vagy nem is akarják föltárni. Tehát szükség lenne egy ilyen intézményre, illetve konkrét ügyeket előbb bányászni, kiásni, bemutatni a nyilvánosság előtt, és végig is vinni őket. Ugye ha a kormányon lennének, ez olyan lenne, mint mondjuk Romániában a korrupció ellenes ügyészség, amelyiknek
semmi más feladata igazából nincsen, mint a korrupciós ügyek megkeresése és felgöngyölítése? Kétségkívül tanulmányoztuk a román korrupciós ügyészségnek a felépítését és működését is a törvényjavaslatunk megalkotásakor, és azokat a tapasztalatokat is fel kell dolgozni, nem teljesen a román ügyészség mintájára hoznánk létre. Nagyon komoly hangsúlyt fektetnénk az úgynevezett közérdekvédelmi eljárásoknak, amelyek nem a konkrét büntető jogilag korrupciós bűncselekménynek minősülő esetek, de a közérdeket veszélyeztető tevékenységek, illetve ugyanilyen fontosnak tartjuk a közérdekű bejelentők védelmét, hiszen a korrupciós ügyek általában úgy kerülnek nyilvánosságra, hogy valaki veszi a bátorságot, hogy a nyilvánosság előtt beszéljen azokról a csúszópénzekről, azokról a korrupciós ügyekről, amelyekkel találkozik. Na jó, de az ő védtelensége az nem a törvények által sújtott védtelenség, hanem mondjuk a környezete alakul úgy hirtelen, hogy egyszer csak légüres térben érzi magát, mert már nincs szükség a munkájára hirtelen a munkahelyén, és így tovább, és így törvények által is szigorú védelemre volna egyébként szükségre vonatkozóan elkészítettünk néhány éve egyébként egy európai direktíva tervezetet is, hogy európai szintű védelmet nyújtsunk a közérdekű bejelentőknek. A közérdekvédelmi központ részben segíteni tudná a közérdekű bejelentőket is, és azt a hiányt próbálja betölteni, és nagyon felkészült és tapasztalt munkatársakkal dolgozunk együtt a közérdekvédelmi központban, illetve civil szervezetekkel is, ez az Igazmondó Alapítvány, az Ördműhely Alapítvány, a Korrupció Ellenes Szövetség, illetve korábban tényfeltáró újságíróként működő kollégák dolgoznak együtt, hogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy a korrupciós ügyek kikerülnek a nyilvánosság elé, megírják az újságok, lejön a tévében, és aztán semmilyen következménye nincsen. Még ha egyáltalán odáig eljutok, hogy valaki feljelentést tesz, az se követi nyomon senki, hogy mi történik ezekkel az ügyekkel. A közérdekvédelmi központ feladata pont az, hogy egy olyan kapacitást hozunk létre, és egy olyan szakértelmet rakunk bele ebbe a központba, hogy a korrupciós ügyeket ne csak feltárni tudja, hanem végig is tudja kísérni, végig tudja vinni, az összes lehetséges jogorvoslati fórumon kitartóan a bulda kitartásával harcoljon azért, hogy legyen következménye a korrupciós ügyeknek, akár a hazai jogorvoslati lehetőségekkel, akár az uniós jogorvoslati lehetőségekkel. Párt hozta létre, voltak éppen még, ha nem is hivatalosan, feltétlenül így néz ez ki ez a dolog, az Együtt meg a Párbeszéd. A többi párttal mi a helyzet? Várják őket, vagy ez az önök üzlete lesz, ha úgy tetszik? Nem csak nem pártok, tulajdonképpen magánszemélyek hozták létre, de természetes nyilván, hogy itt a Párbeszéd, illetve az Együtt. Hát amikor a Párbeszéd európai parlamenti képviselők, az Együtt elnöke ott van. Tagadni, de civil szervezetek is részt vesznek az együttműködésben, és ez egy nyitott kezdeményezés. Tehát mi úgy tervezzük, hogy mindazok, akik úgy érzik, hogy szívesen dolgoznának együtt azért a célért, hogy a korrupció ellenes fellépésben ne csak a sajtó hírek, a sajtó botrányok történjenek, hanem ezeknek legyen valami következménye, és azokat szeretettel látjuk, rosszul legyenek kombinálok? Ezek magánszemélyek, hogyha, vagy szervezetek. Hogyha úgy kombinálok, hogy mert hogy az felmerült az Együtt részéről is, hogy létre kéne hozni egy alternatív párt szövetséget, formációt a következő 2018-as választásra. Nem csak arról szóljon minden, hogy a Fidesz meg az MSZP, hanem a kis pártok is tudjanak valódi jelenléttel megjelenni, hogy ez annak a csírája lehet, hogy ezzel próbálják megmutatni, mi lenne önöknek a fontos. A 18-as választási együttműködésekről szóló tárgyalások ezzel párhuzamosan folynak, és ez nem helyettesíti azt. Tehát ott kell eldönteni. Ugyanakkor én évek óta azt vallom, hogy elsősorban szerintem nem arról kéne beszélgetniük a pártoknak, hogy ki hol milyen jelöltet állít, és hanyadik helyet kapja meg a listán, hanem olyan ügyekben, amelyekben közös értékeket vallunk, és amelyekben egyetértünk, azokban praktikus, gyakorlati közös munkát végezünk ezt el. Tehát akkor most például ez például egy olyan munka, ahol olyan szervezetek, civilek, pártok, politikusok, akik egyetértenek közös célokban, azok összeteszik az erőforrásaikat, azok egymás mellé állnak, és megpróbálnak valami kézzelfogható előrehaladást, eredményt elérni egy olyan területen, ami egyébként az állampolgárok döntő többségét mérhetetlen idegesíti, csak tehetetlennek érzi magát. A közérdekvédelmi központnak az a célja, hogy ezt a tehetetlenséget oldani tudja, azt érezhessék az állampolgárok, hogy van olyan szervezet, amely képes végigkísérni az ügyeket, és bízunk abban, hogy eljutunk oda, hogy lesznek következményei is azoknak az ügyeknek, eljárásoknak, amelyeket a közérdekvédelmi központ keretében feldolgozunk és végigviszünk. Jó munkát kívánok hozzá, és köszönöm, hogy elmondta, érdekes volt.